Tovább erősödött Magyarország innovációs teljesítménye, ezt támasztja alá az Európai Bizottság jelentése, amely szerint egy helyezést, <coughs> kérek, amely szerint tehát egy helyezést előre lépve hazánk az innovációs rangsor 21. helyén áll, és ezzel a feltörekvő innovátorok közül a legjobb eredményt ért el. A javuló adatok azt bizonyítják, hogy eredményes volt a kutatás fejlesztési és innovációs rendszer megújítása. Ennek részleteiről kérdezi a ma reggel első vendégét Stefán Zoltán. Köszönöm szépen, Ferenc. Jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárának, György Lászlónak is. Jó reggelt kívánok. És hát a közelmúltban budapestiek is megismerkedhettek az 5G hálózatra, a mesterséges intelligenciára, vagy éppen a robotikára épülő nemzetközi fejlesztésekkel, hiszen egy innovációs nap is zajlott a fővárosban. Jól látható, hogy ez a folyamat már tart, tetten érhető sok helyen már a hétköznapok része, de az, hogy honnan indult Magyarországon, az mennyire nyilvánvaló? Igen, az a helyzet, hogy azért a 21. hely még nem a legjobb, mondjuk ki őszintén. Egyet viszont előre léptünk, és ezek még a 18-19-es adatok. És azt érdemes nézni, hogy honnan indultunk, és hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. 2010-ben a sereghajtók voltunk az Európai Unióban, a kutatásra, fejlesztésre és innovációra költött forrásokban. Ráadásul ezek a források, ezek szigetszerűen lettek elköltve többnyire olyan külföldi vállalkozásoknál, akiknek a teljesítménye nem szervesült a magyar gazdaságba. Örököltünk egy olyan helyzetet, hogy a 90-es évek privatizációjának eredményeképpen megszűntek a nagy magyar vállalkozások, ott az összerendezett tudás megszűnt, megmaradt valamennyi összerendezett tudás az egyetemeinkén és a kutatóintézeteinkben, a mindenféle innovációs rangsor szerint továbbra is jók vagyunk alapkutatásban, felfedezésekben, tehát ezek a szigetek, ezek a magyar szigetek, amik az egyetemeinken megmaradtak és a kutatóközpontjainkban, ezek nemzetközi hírnévnek örvendenek, bárki jön ide hozzánk, múlt egy kórai kutatói látó, hálózat látogatott, egy kutatócsoport látogatott el Magyarországra, és azt mondták, hogy ők nagyon jók az alkalmazott kutatásban, mert ott szervesülnek a nagy vállalatok, a Samsung, a Kia, az LG, ezek mind-mind kóreai családi vállalkozásokból nőttek maguk a globális értékláncsá. Nekünk meg ilyenek nem voltak, nincsenek. Mit tudunk tenni ebben a helyzetben? Arra ösztönözzük a Magyarországon működő külföldi nagyvállalkozásokat, hogy szervesítsék a tudást, osszák meg azt a tudást, és azt az innovációs teljesítményt, amit ők itt Magyarországon elvégeznek, azt osszák meg velünk, osszák meg az egyetemeinkkel, osszák meg a kutatóintézeteinkkel, és arra ösztönözzük őket, hogy ezt megtegyék, csak akkor kapnak forrásokat, ha megosztják az egyetemeinkkel, mert ugye a többi vállalkozással és az egyetemistákkal is meg tudjuk osztani azt a tudást, ami náluk keletkezik, mert hogy azok a térségek, azok a régiók fogják megnyerni a 2020-as és 30-as évtizedet, akik tudják alkalmazni a mesterséges intelligenciát, és a legnagyobb felfedezéseket teszik az előttünk álló időszakban. Ehhez a célhoz tavaly rekordösszegű forrást biztosítottak, több mint 907 milliárd forintot fordítottak K plusz F-re, kutatásra és innovációra. Ez a befektetett összeg. Mikor térül meg, hogyan térül meg egyáltalán, hogyan lehet mérni a befektetésnek a megtérülését? Az az érdekes, hogy 2010-ben ott álltunk, hogy még egymillióval kevesebb magyar dolgozott arányaiban, mint a hányan Csehországban dolgoznak. Nekünk az volt a feladatunk, hogy 2020-ig ebből a segélyalapú társadalomból munkaalapút csináljunk, most pedig az a dolgunk, hogy ebből a munkaalapúból munka és fejlesztés alapú társadalmat csináljunk. Ez az, amiért egyre többet költünk kutatásfejlesztésre, és ez az, amiért finomítunk az innovációs rendszerénken, annak érdekében, hogy minél több magyar tudás keletkezzen a rendszerünkben, rendszereinkben, mert azt látjuk, hogy a globális értékláncok uralják a világpiacokat, ők adják a világexport 80%-át, a 600 legnagyobb multicég, ők tudják, hogy merre megy a világ, és ezt nem szívesen osztják meg a helyi mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozásokkal. És az államnak van itt egy sajátos feladata, hogy segítse a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat abban, hogy az a tudás, ami megjelenik a globális értékláncoknál, az náluk is megjelenjen. Ez egy fejlett országban, ahol globális értékláncok anyaországként tekintenek arra az országra, ahol vannak. Kicsit könnyebb, mert mindenki, aki otthonának tekinti a hazáját, az, az, az pozitívabban viszonyul a hazájához, nekünk pedig itt föl kell törni a diót, ha úgy tetszik, de ezt nem lehet nem lehet erő, erővel, hanem ki kell simogatnunk a dió belsejét a, a, a dióhéjból, annak érdekében, hogy az a tudás, ami az itt működő nagy cégeknél keletkezik, az a mikro-kis és is megjelenjen. Mondok egy, egy érdekes példát. A mesterséges intelligencia alkalmazásához három dologra van szükség. Neurális hálózatokra, ez mindenkinek rendelkezésére áll, nagy számítási kapacitásokra, ez is mindenkinek rendelkezésére állhat, meg lehet venni. Ezt mi például megvettük a magyar mikro-kis és középvállalkozóinknak, hogy nekik ne kelljen. És a harmadik, adatokra, nagyon nagy mennyiségű adatra. Jól látszik, hogy mind a háromhoz pénzre van szükség, különösen az utóbbi kettőhöz, meg az utóbbihoz piaci hozzáférésre is van szükség. Az Amazonnak, a Mercedes-Benznek, a BMW-nek, a Teslának, a Samsungnak közvetlen hozzáférése van a nagy piacokhoz, így nagy adatokon tudja tesztelni a saját mesterséges intelligencia alkalmazásait. Erre a magyar mikro- és középvállalkozásoknak akkor van lehetősége, hogyha mi az állam részéről hozzáférést adunk nekik adatokhoz. Ez az, amiért például létrehoztuk az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratóriumot, ebben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is részt vesz, és az a célunk, hogy fölépítsünk egy olyan adatbázist a gazdálkodóink adataiból, a mezőgazdasági gazdálkodóink adataiból, ahol összetudjuk kötni az általuk a gazdálkodás során felhasznált növényvédőszereket, tápanyagokat, öntözési adatokat össze tudjuk kötni a, a termés átlagokkal, termés adatokkal is, termelési adatokkal vagy termesztési adatokkal és innentől kezdve ők pontosabb, jobb döntés fognak tudni hozni majd a nagyadatok elemzés alapján. A bizottság értékelése szerint a feltörekvő innovátorok kategóriában hazánk a legjobb eredményt érte el, mely területekben erős hazánk a bizottság adatai szerint? Véleménye szerint? Az a jó, hogy abban tartanak a legerősebbnek, vagy abban ugrottunk előre a legtöbbet, amiben szerintünk is a legtöbbet kell fejlődnünk. Ez az együttműködések területe, amiről említést is tettem, hogy a Magyarországon működő külföldi vállalatok minél nagyobb arányban működjenek együtt hazai startupokkal, olyan ígéretes vállalkozásokkal, akik magyar, amelyek magyar tulajdonban vannak, és válaszokat tudnak adni az ő problémáikra, és magyar egyetemekkel és kutatóintézetekkel hogy az a tudás, a világ élvonalát képező tudás, ami ezeknél a külföldi vállalatoknál megjelenik, ez megjelenjen az egyetemeinkkel is. De például sokat léptünk előre, az egyetemeken tanulók külföldi hallgatók arányában is, vagy a külföldi PhD-hallgatók, doktorandusz hallgatók arányában is. Ez azért fontos, mert gondoljunk abba bele, hogy akik a 70-es években itt tanultak vietnámiak, azok közül most hárman is kormánytagok Vietnámban, hárman is miniszterek. Tehát akik itt tanulnak, és utána majd később hazamennek évtizedekkel, később nagy karriert építenek Afrika keresztény országaiban ahonnan sok hallgatót vonzunk, vagy azokban az országokban, például a Vietnámban, vagy Fülöp-szigeteken, ahonnan ugyancsak vonzunk hallgatókat, az a 20-30 év múlva Magyarországon gazdaságot építő generációknak óriási hasznára fog válni. György Lászlónak köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen a meghívást.